Korrupció miatt 7 év börtönre ítélték Nawaz Sharif egykori miniszterelnököt. A bírák szerint a volt kormányfő, aki a tisztséget 3-szor is viselte, nem tudta bizonyítani a forrását annak a pénznek, amelyből tulajdonrészt szerzett egy szaúd-arábiai acélműben. Sharif szerint a bíróság politikai indíttatású döntést hozott. Ahogy Sharif ügyvédje összefoglalta, 2 ügyről volt szó. Az egyik a Sharif apja által alapított acélmű ügye, a másik pedig egy Egyesült Királyságbeli székhelyű cégé, utóbbi miatt mérték ki rá a börtönbüntetést. A volt politikust a pakisztáni legfelsőbb bíróság 2017-ben elmozdította elnöki székéből. Idén nyáron egy másik ügyben 10 év börtönre ítélték, mert a Panama iratok néven ismerté vált botrányban kiderült, hogy családjának több offshore vállalathoz is köze van. Szeptemberben óvadék ellenében szabadlábra helyezték.